Rászoruló gyerekeknek és családjaiknak gyűjtöttek karácsonyi adományokat a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai. A felajánlásokat Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, valamint a Humán Szolgáltató Központ vezetője, Toláczyné Varga Zsuzsanna vette át. A hagyományoknak megfelelően a polgármesteri hivatalban is felhívtuk a dolgozók figyelmét, ki a lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a rászorulók karácsonyának a szebb és a jobb átételéhez. Itt vagyunk most a fa előtt és a csomagok előtt. Gyakorlatilag szép számmal jöttek össze csomagok a hivatal dolgozói részéről, és azt kértük, hogy inkább tartós élelmiszer és olyan dolgok legyenek a csomagban, ami a karácsonyi ünnepek során alkalmával felhasználható és szebbé tudja tenni a rászorulóknak a karácsonyát. Mozgalmas heteken vannak túl a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ munkatársai is, akik az elmúlt hetekben számos közösségi akciót szerveztek, adományokat gyűjtöttek, válogattak és csomagoltak. Ennek eredményeként minden család a cipős doboznyi szeretett adományai mellett tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot is átvehet. A Humán Szolgáltató Központ nagyon köszöni a polgármesteri hivatal dolgozóinak a felajánlását, mindazt az élelmiszert, illetve ruhát, ahogy lehet látni, amit kaptunk, és ezeket még a mai nap, illetve holnapi nap folyamán mindenféleképpen a családok meg fogják kapni, és ugye igyekeztünk egyébként, amikor megkérdezték a hivatal dolgozói, hogy mi az, amit szívesen látnánk, akkor javasoltuk, hogy élelmiszert, tartós élelmiszert, illetve azonnal fogyasztható élelmiszert, hogy akkor a családok asztalára ez is kerüljön a csomagok és az egyéb ruha, játék adomány mellé. Bíznak benne, hogy a felajánlott csomagokkal sikerül mindenki karácsonyát megszépíteni, és ezzel is egy kicsit könnyebbé tenni.